ügyes voltál, anyu fürdőruha. Viszlát májusban. Lemosom. Az én hibám, hogy túlszószoztam a tortillát. Joe, foglalt a fürdőt! Bocs, nem vettem észre. Ne haragudj, sajnálom. Még Miss Pac-Man sem gyalázták meg ennyire. Kérlek, ne lohogj utána. A lány Pac-Maneket szeretem. Nekem belefér. Ez erőszaknak számít. Rendőrt hívok. Na, mennem kell. A csajokkal ebédelek. Azt hittem, én is csaj vagyok. Nem, te csajszi vagy. Jaj, ne, most mit csináljak? Egész biztos, hogy Joe végig rám gondolt szex közben. Chris? Jó, lebuktam, de akkor is abszolút megérte. Jól megizzasztottak a kövérek birkózó klubjában. Mindig tudtam, hogy ez egy nagyon kockázatos akció. Ráérsz most? Hozzam a pumpát! De nem kell! Kofircoljunk! Mondja csak, támogatná egy dollárra a rákutatást, asszonyom? Nem, egy rokkantnak miattam állt fel a farka. Most ne beszéljünk erről. Beszéljünk arról, hogy hirtelen milyen füllet lett a légkör. Az előbb pizzásat böfögtem, és utána ráfingottam egy cserikólásat. Jól van, Joe. Műsor indul. Mi a franc van itt? Nem is süt a nap. Azt a rohadt! Lois pervers műsort a Joe-nak! A hűtlen liba! Peternek tudnia kell! Azonnal meg kell tudnia! Ah, nehogy már telefonáljunk! Majd később pattintok egy üzit. Tudtad, hogy az emberek majdnem fele valaki másra gondol, mikor a párjával kefél? Ó, ezt olvastad valahol? Nem, saját kutatást végeztem. Mondja, kire gondol most? Chris Pine-ra. Na, Chris nagyot megy a hónapban. Na, szia, Peter. Miért van ökölbe szorítva a kezed? Hát ez szánalmasabb, mint gondoltam. De legalább vége. Jó ég, kifizetetlen kerekesszék törlesztők. Joe-nak elég szar napja van. Aha, ez tényleg szörnyű. Ez meg mi? Mire készülsz már megint? Nem, mintha rád tartozna, de kölcsönkenyér visszajár. Ha keresnél, fát vágok a ház előtt, ahol a babakocsis anyukák sétálnak. Igen, hölgyeim! Egész délelőtt itt leszek, és csak úgy apró fadarabokra hasogatok pár nagyobb bacska fadarabot. Nem tudom, este leparkoltam, és ma arra ébredtem, hogy eltűnt. A kamera felvétele szerint benzint öntöttél rá, aztán felgyújtottad. Felvételem van róla, hogy a bokrok között recskázol a ház mögött. Csekket elfogadsz? Tudom, én is hülye voltam. Elvártam, hogy nőnek láss. És nagyon jól esett, hogy valaki olyannak lát, amilyennek képzelem magam. Egy idő után úgyis bármilyen nőre ráunnék. De téged legalább szeretlek, Lois. Elárulhatom neked, hogy én ma is ugyanúgy unlak, mint a legelején. Na jó, mi tudunk várni. Ne haragudj. Miért? Nem mondtam, hogy hagyják abba. Oké. Peter! Hol, Lois? Nem sorolnák közben a Fox News-os férgek neveit? Oh, Hannity! Oh, Tucker! Oh, Jenin Biron! Oh, Steve Dookie!
Ó, hát ez igen. Új étterem a városban. Kész főnyeremény az ilyesmi két ilyen sutyónak, nem igaz? Igen, állati, hogy végre itt is nyílt egy pasis csajos hely. Figyeled, sörözök, sportot nézek, kosárra dobok, és még fel sem kell állnom. Én pedig borozva lapozhatom Bonnie Facebookját, és titokban örülhetek a csúnya babájának. Ha, nézd meg a szemeit, talán még sem kellett volna borozgatni. Este otthon ébresszük fel a kölyköket a szexszel. Jó, csináljuk a kanapén, ahol az egész család együtt szokott tévét nézni. Family Guy a szülőszex támogatásával. Szülőszex abban a szobában is, ahol tévézni szoktál. Talán ott is, ahol épp most ülsz. Undorító, nem? Helyszín a hold. Nappal. A legolcsóbb utazás a füleid közé vezet. Hashtag hová innen, hashtag íróélet, hashtag művészélet, hashtag fédin. Uraim, vár ránk a munka. Kurva anyád! Pont mikor van egy ötletem, jó ötletem! Hé, hey, mi a keserves úristen van itt? Van engedélyed, ha? Rögtön jövök, srácok. Csak gyorsan kiverem a szart ebből a kocsból. Hogy mi? Nyugi, Gászi, ismerem az ürgét. Menjél is egyél egy szendvicset. És eldobhatom a csomagoló papírt? Igen, eldobhatod a csomagoló papírt. Srácok, megegette! Szóval a szex, hát én csak, hogy is mondjam, mondjuk, hogy Peter nem igazán szokta kinyalni a mézes bödönt. Ezt hogy érted? Szóval általában nem megy Ausztráliába. Érted, a lenti bozótosba. Soha nem szerette, nem is értem. Persze nyilván nem kötelező, de örülnék a lehetőségnek. Tudod, a baleset után Joe-val elmentünk egy terapeutához. Sokat segített, igazi barlangász csinált Joe-ból. Sajnálom, a 6 éves szülinapos buliból kérik, hogy kicsit alkabban. Szóval, Peter... Ó, ne mondja! Persze, fogja csak a pártját! Szóval, Lois azt mondja, hogy maga nem mindent szeret az ágyban. Vaníliafagyi. Na, valami? Hát, viszkelt a könyököm. Na, mindegy. Sajnálom, Lois, megyek és főzök egy szomorú spagettit. Karácsony! Én megyek zuhanyozni. Tudod, az oszthatatlan miatt. Akkor én most le is mentem ezt a számot a telefonra. Múter, mi a reggeli? Kussolj, te kis szaros! Szülőszex, amikor anyád rád üvölt a hálóból, ezért csinálja. Én felbontok egy üveg bort. Megtennéd, hogy felviszel valamit enni anyának? Persze, nem gond. Több bort is felbonthatsz. Ó, miért? Talán te is hoztál. Én nem, de mindig azt mondod, általában azt mondod, hogy választhatunk. Egy üveg éppen elég lesz. Bevsz, hoztam valamit, amitől jobban leszel. Mintha egy víziló dübörögne az emeleten. Nagyon sajnálom szegény anyát. Ne foglalkozz vele, van egy bulvárcsatorna, azon mindig jó szórakozik. Értem. Várj, bulvárcsatorna? Hány óra van? Pár perc múlva 7:30, miért? Jó Isten! Peter! Nagyon jó. Engedd csak ki.
Sziasztok! Extra, extra! Peter nem.